Idén még a nappalikban álltak, pár héttel később pedig már ebben a ligetben növekedhetnek ezek a fenyőfák Nyiregyházán. A gyökeresfák begyűjtését és kiültetését az északalföldi környezetgazdálkodási nonprofit KFT szervezte. A közszolgáltató ezzel a kampányjal egy országos elismerést, marketing gyémándíjat is kapott a közelmúltban a karácsonyfáért ajándékot akciónkkal pályáztunk, ez ilyen társadalmi szemléletformálás kategóriában kaptuk ezt a díjat. Ugye a célunk az volt ezzel az akcióval, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a karácsonyfákat ne feltétlenül az útszélen, meg az árokparton, meg a ház mögött dobják ki, hanem szépen hozzák be nekünk rendezett körülmények a között a hulladékudvarba, vagy akár töves fenyőt használjanak karácsonyfának, ezt hozzák be nekünk a hulladékudvarba, amit tavasszal a Nyíregyházi Városüzemeltetési céggel közösen kiültetünk egy fenyőligetbe a bújtoson. A program célja összetett volt. A szolgáltató az elkülönítetten gyűjtés fontosságára is felhívta a résztvevők figyelmét. Az akció népszerűsítése közben pedig bemutatták a hulladékudvarok és az újrahasználati központ tevékenységét. Mindenképpen a hulladékudvarok használatára szerettük volna buzdítani az embereket, mert ide nem csak biohulladék, hanem szelektíven gyűjtött hulladék, lomhulladék, elektronikai hulladék is ingyenesen behozható és elhelyezhető, akár építési hulladék is. Továbbá a Nyíregyháza kerékutcai hulladékudvarunkban működik az újrahasználati központ, ami azt jelenti, hogy a Egyesek által kidobásra ítélt bútorok, könyvek, használati cikkek mások számára még akár értékesek, használhatóak lehetnek, és ezzel nem hulladékká válnak, hanem még tovább élik hasznos funkciójukat ezek a tárgyak. A szolgáltató a 2023-as kampányjal már a második gyémát marketing díjat vehette át.